Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma kedves barátomnak, Kővári laci a felkérésére fogok beszélni arról, hogy érdemese erre időt szánni. Nem nagyon kedvelem az ilyen egyirányú kommunikációt, hogy ilyen broadcasting jelleggel az információk jellemzően fentről lefelé haladnak, ezért, hogyha bárkinek valamilyen kérdése van, vagy észrevétele van, akkor nyugodtan írja be a csecsába, és akkor megpróbálok rá válaszolni, ha tudok. Én alapvetően egy őszinte ember vagyok, én azt szoktam mondani, amit gondolok, de nem vagyok a birtokában a bölcsek kövének, tehát simán lehet az, hogy én valamit úgy gondolok, de mégsem úgy van. Szóval nyugodtan kezeljétek fenntartásokkal azokat, amiket beszélek. <kül> szóval az a fő témánk ma, hogy miért érdemes erre időt szakítani. Hagy kezdjem én ezt uh, egy történettel, ugyanis én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. A nem véletlenül nézed te most ezt a videót, nem véletlenül vagy itt, ahol vagy. Én szoktam a Facebookon ismerkedni azzal a célral, hogy új vásárlókat találjak a saját hálózatom számára, és. Ez ugye úgy történik, hogy kommunikálni elkezdünk jellemzően a messengeren, és ugye beszélgetünk, én ajánlom, hogy miről van szó, de azt vettem észre, hogy a társadalomunkban nagyon elharapózott az a szokás, hogy addig számít a másik, amíg remélek tőle valami hasznot, addig udvarjas vagyok vele, meg válaszolok az üzeneteire, amikor másképp gondolom, vagy már nem remélek tőle semmit, akkor egyszerűen ignorálom, tehát nem, nem veszem észre. Ha valamit rámér, akkor egyszerűen nem válaszolok neki. Ez engem nagyon bosszant, mert engem nem így neveltek. És én általában, amikor valaki egyszerűen ignorál, akkor elszoktam tőle köszönni e, azzal, hogy úgy látom, a döntését meghozta, és nem akar a gonoterápiával közelebbről megismerkedni. Ez részemről rendben van, hogyha időközben úgy fogja érezni, hogy a gyógyszer maffia mégsem nyújt elegendő segítséget neki, akkor nyugodtan írjon rám, én válaszolni fogok, mert engem úgy neveltek. És azért vannak olyanok, akik erre szoktak válaszolni, gyakorlatilag kikérik maguknak, mert hogy nekik nincs idejük ugye minden üzenetre válaszolni, hát csak a fontos dolgokra szakítanak időt. És ez az egyik dolog, ami miatt elmeséltem, hogy arra van időnk, amire szakítunk magunknak. A másik dolog pedig az, hogy pénteken egy ilyen hölgy, akitől én talán novemberbe vagy decemberbe köszöntem el így, rám írt, hogy nem akart engem megsérteni azzal, hogy nem válaszolt. És bár ő rendszeresen jár rák szűrésre, de hát most a héten kiderült, hogy méhnyak rákja van, és már ártétek is vannak. Nem tudom, hogy miért írta ezt meg. Én, nyilván én nem kezdtem el olyanokat mondani, hogy ugye, ugye, hogy bezzeg, bezzek, meg stb. Én mondtam, hogy engem nem bántott meg, és jobbulást kívántam neki. <kül> <kül> és ezért gondolom azt, hogy nem véletlenül találkozunk bizonyos dolgokkal az életben. Hadd mondjak el még egy másik sztorit is DXN-es berkekből, volt egy hálózatépítő hölgy, aki nem is tudom, 6-7 évvel, vagy talán 8 évvel korábban elkezdte ezt az üzletet csinálni, és egész nagy hálózatot sikerült neki felépíteni, és néhány évvel később a férjének olyan betegsége lett, amire azt szokták mondani, hogy ez a gyomorráknak az előszobája. És mit a Isten tudták, hogy mire képesek a gyógygombák, és mivel addigra felépítettek egy nagyobb hálózatot, minden gond nélkül tudták anyagilag is állni azt a mennyiségű terméket, amire szüksége volt a férjének, hogy meggyógyuljon. Na most, ha ő akkor nem úgy dönt, hogy ezzel az üzlettel foglalkozik, akkor valószínűleg mára talán már özvegy lenne. Én azt gondolom, innen, ahonnan én most így látom a világot, hogy az életünk olyan, mint amikor induláskor az autónak a navigációjába beírjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és az út közben mondja, hogy melyik kereszteződésnél merre kell fordulni. Mi nyilván fordulhatunk tök más felé is, de annak következménye lesz. A következő kereszteződésnél, mivel a navigáció újra tervez, megmondja, hogy na most merre kellene fordulni, hogy visszataláljunk az eredeti útra és ha azt csináljuk, akkor végül is kisebb-nagyobb varga betűkkel, de a haladunk az célunk felé. Viszont ha ott megint rosszul döntünk, megint egy rossz irányt választunk, akkor sok pici hibás döntésnek az lehet az eredménye, hogy egy komoly elcseszett dolgot sikerül összehoznunk. Én szerintem ennek a hölgynek is a, a sors, vagy az univerzum, vagy a teremtő azért tette az útjába, a dx meg a Ganadár termékeket, mert tudta, hogy őnek neki már rákja van. Nyilván rák nem akkor keletkezik, amikor észreveszik, hanem sokkal korábban. Ez a hölgy akkor úgy döntött, hogy nem válaszol nekem, nem érdekes, nem fontos. És nem volt jó döntés, mert most meg már jó lenne, hogyha akkor ő elkezdte volna szedni. Ezt is csak azért mondtam, hogy, hogy nem is tudom, ezoterikusan és gondoljunk erre az üzletre, ne csak tisztán üzletre. Tehát nem biztos, hogy hogy itt csak azt a kérdést kell feltenni, hogy ezzel elég pénzt tudok-e keresni, meg, meg hasonlók. Fogok majd mondani statisztikákat is, de az emberek általában valami nagy dologra gondolnak ezzel a itt kérdezi tőlem Mohamed, hogy a gyomorák előszobája, én valami nyelőcső problémája volt, pontosan nem tudom, hogy mi volt ez, de azt mondják, hogy ez a nyelőcső probléma, akárminek is hívják, az abból szokott kialakulni a gyomorák. Szóval az emberek általában valami nagy dologra gondolnak, amikor amikor arra, hogy DX-en üzletet építek, és szoktak olyan kérdéseket feltenni, hogy havonta, vagy x időnként hány óra, hány órát kell ráfordítani erre, hogy ez az üzlet menjen, meg hogy mennyi idő alatt lehet ebből sok pénzt keresni, meg ilyesmi. És ebből is az derül ki szerintem a számomra, hogy az emberek valami nagy dologra gondolnak. Mi most olvassuk a párom, mert már kiolvast ezt a könyvet, ez a Kaizen, ez egy módszer, és olyan tíz nap múlva a dobbantóban erről fogunk beszélni. A kislépések módszere Amerikaiak találták ki, de aztán a japánok szerettek bele teljesen, ők is nevezték el így, és látható, hogy mondjuk egy Toyota, vagy akármelyik japán konszern milyen sikeres, és ők, ezek, ők, ezzel a módszerrel lettek sikeresek. Egy jó példa erre a Kaizen módszerre például az én angol tanulásom. Én 718 nappal ezelőtt úgy döntöttem, mivel nekem történetesen a sógorom csak angolul beszél, mert ír származású, és jöttek hozzánk látogatóba, és hogyha beszélni akarok vele, ugye akkor kénytelen leszek én tanulni angolul. És ezért elkezdtem a Duolingo nevű kis programocskával angolul tanulni. Ez lehet a számítógépen is, meg a telefonról is működik. És itt be tudod állítani azt, hogy naponta mennyi leckét akarsz megcsinálni. Én egyetlen egy leckét állítottam be. Ez körülbelül 10, maximum 15 perc alatt meg lehet csinálni. Gyakorlatilag amíg az ember a WC-n van reggel, ha nem Facebookozik, hanem ezt csinálja meg, akkor ezt el lehet intézni. És mivel én ezt 718 napja csinálom megszakítás nélkül, elértem vele azt, hogy egy egyszerű üzleti levelet meg tudok fogalmazni angolul, meg hogyha van egy érdeklődőm, aki csak angolul beszél, el tudom neki mondani azt, hogy mi ez az egész dolog. Tehát valami ilyen pici dologra kell gondolni, amikor a DX-en üzletre kell gondolni, tehát nem, nem, valami hatalmas, horribilis dologra, hanem egész picire. Mondanék néhány statisztikát, mert szerintem ez érdekel titeket. Én vezetem a statisztikámat, én imádom figyelni, és én a tavalyi évben összeírtam, tehát 2020-ban, hogy nekünk átlagosan havonta hány vásárlónk volt, ezek hány pontot vásároltak, ezek közül mennyi volt a direkt belépünk, tehát akiket effektíven nekünk kellett megtalálni és csatlakoztatni, és ezzel átlagosan havonta mennyi pénzt lehetett keresni. Szóval nekem az jött ki, hogy 73,25 század vásárló vásárolt havonta. Az, hogy ez mekkora hálózatból, az szerintem lényegtelen, mert nem menjünk bele, ez sok mindentől függ. Tehát 73,25 század ember, akik fejenként 159,5 pontot vásároltak. Tehát durván 160 pontot, ami nem egy olyan nagy, ahhoz képest, hogy 100 pont a jutalék jogosultságnak a feltétele. És ebből 17,85 század volt az az ember, akit mi találtunk. És ezzel gyémántként 1050 euró volt havonta a bevételünk. Az más kérdés, hogy ennek a bevételnek mi vagy 60%-át termékbe vesszük fel. Tehát gyakorlatilag azt mondom, azt mondhatom, hogyha találsz 17,85 embert, ha két év, vagy öt év, vagy 8 év alatt, teljesen mindegy, akik megtalálják a további 73 17,85-öt, akik vásárolnak átlagosan 160 pontért, akkor ekkora pénzre számíthatsz. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy érdemes erre időt szakítani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy arra van időnk, amire szakítunk magunknak. Az idejét mindenki eltölti valamivel. Lehet, hogy facebookozással, vagy akármilyen játékok játszásával, vagy megnézem az indián nevemet a Facebookon, teljesen mindegy. Meg lehet hasznosabb dolgokkal is eltölteni. Picike lépésekkel és Végül is ezt lehet belőle összehozni. Nem tudom, hogy maradt-e még ki valami olyan, amit szívesen meghallgatnátok. Én nem is nagyon akarok sokáig beszélni, mert az emberek nem szeretnek óra-hosszákig videókat nézni. A moziba megnézzünk megnézünk egy mozifilmet, ha elég izgalmas, másfél órásat. És <tosz> Én nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre azzal kapcsolatban, akár a statisztikával kapcsolatban, vagy akár azzal kapcsolatban, hogy végülis mennyi időt kell erre rászánni, de ezt is nagyon nehéz megmondani az időt, mert itt igazából az eredményesség fogja megszabni azt, hogy mennyire gyorsan találod meg az üzleti számításodat benne. Tehát, hogyha rosszul csinálod, akkor nyilván tovább tart. Hogyha megtanulod azt, hogy hogy kell ezt jól csinálni, ez ugyanaz, hogyha az alapvető, a sikernek az alapvető feltétele az, hogy hány embernek mutatod ezt meg. De úgy is meg lehet mutatni, hogy ezer emberből csak egyetlen egy mondja azt, hogy na jó van, mutassad, mert ez érdekel. Meg úgy is meg lehet csinálni, hogy minden tizedik ember azt mondja, hogy fú, ez nagyon izgalmas, én ezt akarom. Tehát ez már azon múlik, hogy te mennyire ügyesen csinálod ezt. Ezeket meg lehet tanulni, ezek a fogások, és ez lenne az első, feladata, amikor az ember ebbe belevág, hogy ezeket megtanulom, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Nem ott tudok, nem készültem hosszabb dumával. Ennyi elég is, azt mondja itt a operatőröm, hogy oké. Okay. Megpróbáljuk ezeket az élő videókat rendszeressé tenni, akár ebben a csoportban, akár másik csoportokban és összeszedjük azokat az érdekes információkat, ami mindenkit érdekelhet, hogyha szeretne helyesen dönteni. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha még később a videó alá beírtok bármilyen kérdést, akkor megpróbálom megválaszolni. Sziasztok és kellemes vasárnap estét!